Üdv mindenkinek, Scuderia vagyok, és a Kerbal Space programból jelentkezek. Ismét folytatjuk az oktató módnak a végigjátszását. Nevezetesen az ötödik ponttal, ezzel a fejlesztett építéssel fogunk ma foglalkozni. Ezt az oktatóanyagot fantasztikus rakétatudósunk Werner von Kármán adja elő arról, hogyan kell építeni egy hajót, amely a Kerbin körüli pályára áll, és biztonságban visszatér. Ez egy nagyon tök jó feladat egyébként. Leszámít az, hogy Kármán, tehát ez Werner von Kármán egy elég arrogáns figura. De mindegy is, kezdjük el, nézzük meg, mit tanít nekünk most az öreg űrhajó építő tudósunk. Üdvözöllek a harmadik egyben végleges oktatáson az építőiparban. Igen, ez a harmadik űrhajóépítésünk, és az utolsó is egyben akkor ezek szerint. Hát gyakorlatilag tényleg. Bár mondjuk, hogyha leszálló modult kell építeni, azt is itt kell majd, úgyhogy, de ott lehet, hogy nem ő fog segíteni nekünk. Na mindegy. Némi fontos munkát kell elhasztanom miattad, úgyhogy figyelj oda, miközben megmutatom, hogyan készít egy igazi rakétatudó és egy valódi űrhajót. Gyerünk, lépjünk be a rakéta hangárba. Lépjünk be, most is kezdi az arroganciájával. Utolsó bemutatóval olyan építünk, ami a lépkörből kiléphet, de nem volt elegendő ereje ahhoz, hogy sokáig ott is maradjon. Ja, az utolsó, amit az előző videóban ugye használtam. Ezúttal olyan fejlettebb rakéta koncepciókat fogunk érinteni, amely több lépcsőfok és gyorsítók, valamint extra modulok, mint az RCS és a napelemek, és hát rákerülnek. Szükséged lesz rájuk, ha néhány percnél többet szeretnél orbitális pályán tölteni. Ha elkészültünk, akkor lesz egy olyan rakétád, amely képes feljutni az orbitális pályára, képes orbitális manőverekre, és biztonságosan visszatér a Kerbinre. Tesztelhet az orbitális pálya bemutatóban, amely megtanítja, hogyan használhatod az egészet. Igen, hát most itt ebben a részben csak megépítjük ezt a hajót, mert előre néztem már ott a menüpontokat, a következőben fogunk vele röpülni, úgyhogy most hajót fogunk építeni. Észreveheted, hogy most több modult lehet felhasználni, ennek az oka, hogy az orbitális pályára sokkal komolyabb hajókra van szükség, mint egy pocsolya átugrásához. Megmutatom neked, hogyan kell ezt csinálni. Azonban a fő elvek ugyanazok, szóval remélem emlékszel még rá, amit tanítottam. Ha elrontod, és azt mondod, hogy valahogy sikerült törölni az egész hajót, nyomd meg a Ctrl Z billentyűt a visszavonáshoz. Aha! Nem tudom, azt hiszem, hogy hol van. Fordítva mindegy, nem is lényeges. Megint csak egy kabin áll rendelkezése, úgyhogy válaszd azt. Jó, hát akkor ezt a kabint fogom választani, mert ez az egy áll rendelkezése, be is raktuk ide. Oké. Ha rossz modult használtál, egyszerűen csak fogd meg, vidd a modulok listája fölé és engedd el, vagy nyomd meg a delete billentyűt, igen, erre emlékszem. Ahogy legutóbb, válaszd ki az ejtőernyőt és tedd a tetejére. Igen, ezt érdemes már most a tetejére rakni. Mindjárt találjuk el, hogy hol a hajtóművek. Csatolók, raktér, aerodinamik, leszállás ide, nem. Hővédelem, elektronosság, kommunikáció. És ez az. Úgy, oda rakjuk. Miért a kövi? Aha. És megint, mint legutóbb, állítsd be az ejtőernyő paramétereit, úgy, hogy jobb gomba rákattintasz és elhelyezed a modulra. A minimum nyomás 0,75, ez megfelel, kattints a következő gombra. Minimum nyomás 0,75. A csutkán van szinte? Ja. Magasság 1000, ez jó. Na. Így, na. Oké. Okay. Most a felső fokozatot kell megépítenünk. A felső fokozat lesz a kabin, és a végén a keringési... De mit csinál? A felső fokozat lesz a kabin, végén a keringési pályán. Na mindegy, ez sincs jó magyarosan leírva szerintem, de lehet, hogy csak fáradt vagyok. És ez adja az RCS fuvókákat, nem tudom, ez RC vagy RCS, én RCS-nek fogom mondani, fuvókákat, és az elektromosságot. Ezen kívül biztosítja az összes manőverezési lehetőséget a pályán, beleértve a visszatérő fékezést is. Ezek egy leválasztó, egy RCS üzemanyagtartály, ami folyékony üzemanyagtartály, 4 RCS fuvóka, 4 napelem, 4 akkumulátor és egy hatékony rakétamotor.
Ez a bevásárlóista rendben, szólj, ha elkészültél a folytatásra. Te jó ég. Most össze kell raknom. De az első fokozat a kabin. A végén a... kabin végén a keringési pályán. Lercés fogok, mert nem tudom mire gondol a srác, de mindegy, csináljuk. Van egyszer egy RCS hajtóanyag tartály. RCS üzemanyag tartály. Nem felti. Szerintem ez az izé a... ez folyékony üzemanyag. Viszont kell rá tennem egy RCS fúvóka. Tömb. 4 napelem. Na várjál csak. Leválasztó. Na ez kell, nem? Ezek a leválasztó. Nem akarjuk az, amin egy RCS üzemanyag tartály. Jó, hát szerintem gyere már ide, barátom. Na, hogyan tudom kivenni? Nem engedi kivenni, ezt nem lehet használni. TD leválasztó. Ezek egy leválasztó. Pedig ezek a leválasztó. Csatolók. Olvasó csatoló. Nem, valamit még ide kell raknom rá, addig nem engedi. Az első fokozat lesz a kabin. A végén a keringési pályán. De most... nem tudom, vagy annyira fáradt vagyok, hogy nem tudom elolvasni ezt a mondatot. Ez a felső fokozat lesz a kabin végén a keringési pályán. Nem is értem ezt a mondatot. És ez adja az RCS fúvókákat és az elektromosságot. Hát, nem tudom. Valószínűleg csak azt engedi kivenni, amire gondol, úgyhogy végig fogom klikkelni itt a dolgokat. Ezt se engedi. Addig klikkegetek, amíg valamit nem enged használni. Hát ezeket nem. Vagy el kell nyomnom ezt a cuccot. Ezt el kell nyomnom. Na. Jó, oké. Azt hittem, hogy nekem kell összeépítenem így a elmondásiból az egész cuccot, de most itt részletezés. Leválasztó felszerelésem. Gyönyörű, ha ő lett volna, hogyha abból kell összeraknom, abból a kis pár mondatból, ami még ráadásul nehezen volt értelmezhető is. Na tehát először is a kabin alá rakunk egy leválasztót. Ez menni fog, ez nem vészes. Sőt, most még támogatja is. Hopp, oda raktuk, oké. Okay. Hogy eldobhassuk a modulokat, amiket nem akarunk használni. Húzd egy leválasztót, de ezt közösen szerelt be, arra mutasson, amerre... Tehát igen, így, ahogy korábban mondtam, hogy arra mutasson, amiről leválik az eszköz. Tehát ez így jó. A nyilak felfelé mutatnak, az nagyon nem jó. Vedd le a kabinról és használd a VASD gombokat. De ez azt mondja, hogy húzza leválasztott az eszközistába és szereld a kabináját. Figyeld, hogy a kis piros nyilakat mint ahogy korábban mondtam, hogy arra mutasson, amiről leválik az eszköz. Nyilak felfelé. Ha a nyilak felfelé mutatnak, az nagyon nem jó. De most milyen? Mi? Nem értem már megint, miről beszél. VASD, de most mit? Nyilak lefelé mutatnak, az nem jó. Felfelé mutatnak, az a jó. Igen. A nyilak lefelé mutatnak, az nagyon nem jó. Ez most így jó, most nem tudom miért zavart össze, ez eleve jó volt. Egy Werner. Következőben egy RCS tartályt szerelünk fel. Ez segít a finom manőverezésben. Menj az üzemanyag tartályok kategóriába és szerelj fel egy FLR25-ös, az. Igen. Tartályt a leválasztó alá. Megtörtént. A hajónk nem lesz szükség az összes egykomponensű hajtóanyagra, úgyhogy könnyítsünk rajta. A jobb gombbal kattints a modulra és mozgasd el a csúszkát 100 egységig. Mi?
96-ra tudom csak. Egy komponensnek nevezzük. Egy komponensű üzemanyag nevezzük, mert még a nagy hajtóművek két üzemanyagot használnak. Üzemanyag és oxidálószer, addig az RCS fúvókák csak egyet. Az RCS kis hatékonyságú, de kiváló kis sebességváltoztatásra minden irányba. Nem csak előre, mint a főhajtómű, és meg is tudja forgatni a rakétáinkat. Ó, oh, szuper. Ja, akkor ez lesz az orbitális pályán való manőverezésre ez a modul szerintem, gondolom. Jó. Hát nem 100-on van, hanem 96-on, de nem tudom ezt másképp megcsinálni így. Most több folyékonyüzemanyag tartályt is felszerelünk, hogy elég üzemanyag legyen a rakéta motornak. Szükségünk van egy extra tartály is. Akkor szerelj fel egy kicsi tartályt, ennek a neve FLT 100 üzemanyag tartály. Ez az. Egy. És egy közepeset, az FLT, meg még kicsit hátrább gurulunk, egy. FLT T400-ast, az meg ez lesz. Tízás lapom. Pogy, oké. Okay. Az egész alá megvan. Végül a felső szakasz fő részeihez hozzáadunk egy hajtóművet. A terrier hajtóműnek szinte egyáltalán nincs tolóereje tengerszinti légnyomáson, de rendkívül hatékony az űrben. És 20 km felett, ahol a légkör elég vékony ahhoz, hogy ne zavarja a rakétafúvókánkat. Ja. Ez jó választás lehet a felső fokozatban, mivel a hajtómű nem lesz aktiválva, amíg a rakéta nem éri el azokat a feltételeket, amiknél az ilyen típus hajtómű jól működik. Ha rossz hajtóművet választottál, dobd el és válaszolja, szerelj fel egy LV-909 terriert. Na, keressük meg a hajtóműveket. Itt van, LV-900 terrier. Ez az. És hova szereljem, ide alulra? Oké. Okay. Szép munka, ez nagyon jól összeszerelt felső fokozat. Mintha csak én csináltam volna. Pályára állít, ha elég rakétát teszek alá. Bár itt is van ez az észszerűen egyszerű hajó. Nézzük meg rendelkezés álló egyéb hasznos eszközök egyikét. Annak érdekében a hajó irányítható legyen, bizonyos alkatrészeket óvatosan kell elhelyezni a hajó belsejében lévő tömegközpont körül. A tömegközponton keresztül a hajót, a terhelés a hajót elmozdítja, annak forgása nélkül, miközben pont körül ható megfelelő tolerőforgatás okozza a hajó elmozdulása nélkül. Hű! Ez, erre iszok egy kicsit. Hogyan? Azt mondja, hogy tehát a hogyan van? Annak érdekében, hogy a hajó irányítható legyen, bizonyos alkatrészeket óvatosan kell elhelyezni a hajó belsejében lévő tömegközpont körül. Jó, ezt értem, tehát hogyha ráaggatunk dolgokat a hajóra, akkor ugye más lesz a tömegközéppontja, elmehet a balansz, ez repülési problémákat okozhat, ez teljesen észszerű dolog. A tömegközponton keresztüli terhelés a hajót elmozdítja annak forgása nélkül. Miközben a pont körül ható tolóerő forgást okoz a hajó elmozdulása nélkül. Hát jó, biztosan. Ehhez megint szerintem fáradt vagyok. Tehát ez teszi a tömegközpontot olyan hasznos és fontos dologgá, hogy hozzáadtunk egy eszközt, hogy a hangár megmutassa neked ezt a pontot. Nézzük meg, hogy is fog ez működni. Most nézzük meg a tömegközéppontot. Kattintsunk rá a tömegközpontot jelző ikonra, itt van egy kép róla. Oké. Okay. Jó, hát ez egyértelmű, full szimmetrikus a hajó. Igazából itt csak az volt a kérdés, hogy ilyen irányba, tehát függőleges irányba hol van ez a dolog. Úgyhogy ez most teljesen korrekt így. Ok, most állíts el az üzemanyag szinten az egyik tartályban, és nézd meg, milyen hatással van a tömegközpontra. Mondjuk ezen állítunk. Folyik oxidálószer. Aha, mászik elfele. Tök jó. Igen, látom. Szuper.
Tehát azt mondja, jobban gombbal tarts is az egyik tartályra, és húzd az oxidálószer csúszkát nullára. Ja, jó, közt ide. Húzom, igen. Piszkáld az egyik az egy komponens üzemanyag szintjét. Azt nem használja a terrier hajtómű. Jó, ezt ide állítom, oké. Okay. És ezt is piszkálom. Ez is mozgatja elég jól. Ha? Ezen is állítsunk. Na, ne vedd le, barátom. Ezen akartam állítani. Jó, most vágom már, hogy mi ez a tömegközpontos dolog egyébként, csak most a Kerman szivat, mert Vermeer szivat, mert nem tudom, hogy hogyan tudom ezt aktívvá tenni, ezt a következő gombot. Azt mondja, hogy jobb gombbal kattints az egyik tartályra, és húzd az üzemanyag, és oxidál a csúszkát nullára. Ja, akkor mind a kettőt nullára kell húzni. Igen. Üzemanyag is adni nullára. Ne piszkáld az egy komponens üzemanyag szintjét, azt nem használja, hogy oké. Okay. Miközben ezt teszed, látod a tömegközpont mozgását, a repülés közben elmozdul a rakéta a tömegközpontja, miközben égeti az üzemanyagot, egészen addig még el nem fogy. Jó, értem. Most akkor ezt visszaállítsam, és akkor talán megkapom a lehetőséget, nem kapom meg a lehetőséget továbbra, de miért? Oxid nullára, ne piszkáld az egy komponensűt, az rendben van az egy komponensű, oké. Okay. Ezt is? Jó, végre. Kövi. Ok, most töltsd fel újra a tartályokat, hogy más egyéb eszközökhöz hozzájutassunk a felső fokozathoz, jó. Agy. Ne vidd el, mindig ebben a hibába esek. Így. Jó, feltöltöttem őket. Na, most, hogy már tudod, hogy a tömegközpont mikor a fokozata tele van, tehát most, hogy már tudod, hol van a tömegközpont, mikor a fokozat tele van, és mikor üres, láthatod, hogy hová kell tenned az RCS fúvókát. Az RCS fúvókákat a vezérlő fülön találod. Itt van. Mikor a rakétát fordítás nélkül mozgatja, az az eltolás. Ez több okból hasznos manőver. Legfőképpen, mikor egy másik hajóhoz akarsz kapcsolódni, annak érdekében, hogy az RCS fúvókákkal kizárjuk a nem kívánatos forgást, ki kell egyensúlyoznunk a tolóerőt a tömegközpont körül. Így az erők nettó összege kiegyensúlyozva hat ezen a természetes forgásponton. Két egyforma hajtómű készlet esetén mindegyik egységnek egyenlő távolságra kell tenni a tömegközpontot. Ez ilyen szimmetrikus fölpakolást gondolok. Ebből kifolyog, amit leírt Ferner. Amit most csinálunk. Ami bonyolultabbá teszi ezt a TKP repülés alatt változik, hogy a tömegközpont repülés alatt változik, ahogy már láttad, tehát a nedves tömegközpont és a száraz tömegközpont közti kompromisszumos ponton kell elhelyezned. Megjegyezném, hogy a carrier módban az RCS fúvókák meglehetősen késő jelennek meg, miközben a giroszkopikus stabilizátor, ami be van építve a parancsnoki kabin, valószínűleg elég lesz, mert megforgatja a hajódat az űrben, bár nem képes eltolásos mozgást létrehozni. Tehát forgatni tudja, de eltolásos mozgást nem tud, tehát módosítani pályát nem nagyon tudok vele, valószínűleg ezt kell ezen érteni. Azt mondja, kapcsolod be a szöktartást, hogy könnyen elhelyezhesse a fúvókákat. Ezt a bal alsó sarkon a légből szöktartó kapcsolóval lehet megtenni, vagy megnyomod a C billentyűt, és átállunk négyszeres szimmetriára. Szöktartás, oké. Négyszeres szimmetria az ez. Igen. Négyszeres szimmetriát,
és szerelt fel a 4 RV-t fúvókákat, ezt. Hát jó, valamire kéne, nem? Erre. Hát nem tudom igazából. A kis rakéta hajtóanyag tartály megjelölő megfelelő csatlakoztató. Mi? A kis rakéta hajtóanyag tartály kijelöli a megfelelő csatlakozások helyét. Nem tudom, mire gondol a mester, de biztosan. Én ezt valahogy ide raknám. Már ha szükséged van egy tippre. Mondjuk ez leválasztódik, az a baj egyébként, megjegyzem. A nagy rakéta hajtóm is. Meg ez le is választódik sajnos, de mondjuk végülis ezt az egységet nem kell leválasztanom, amikor az orbitális pályán, ez maradhat rajtam, ez a cucc. Tehát, ha nem találod a megfelelő elhelyezést, akkor mozgasd a mozgatás ikon segítség finom hangolásod a pozícióját. Hát nem tudom, hogy hol van itt az igazán jó helye neki. A kis rakéta hajtóanyag tartály kijelöli a megfelelő csatlakoztatás helyét. De nem tudom, melyikre gondol egyébként, hogy őszintés legyek. Elvileg ez a kis rakéta hajtóanyag tartályunk. Tehát ha nem találod a megfelelő elhelyezést, akkor a mozgatás ikon segítségével... A mozgatás ikon segítségével, nem tudom ez melyik... Finom hangolhatod a pozíciát. Ilyen olyan, hogy a mozgatás használata előtt kapcsolod ki a szögtartás. Te szükséged lesz finom beállításokra, a szögtartós kikapcsolásával bármilyen elhelyezés finoman hangolhatsz. Kattintson a mozgatás ikonra. Mozgatás ikonra. Eszközmozgatás, ez az. Na most azon vagyok, eszközmozgatás ikonra. Kapcsolom ki a szögtartást. Így elég jól finoman lehet állítgatni. Jó. A fő szerkesztőablak bal felső sarkában az alkatrész listától jobbra, majd kattintson az RCS fúvókákra szolgáltatásot, húzd az egyik tengely vezérlőt. Hát pedig ez ennyi csak, nem? Ha visszaálltad ezt a beállítást, nyom meg a Space billentyűt, amikor kész vagy, állj vissza a lerakmódba. Hát, ezt nem értem, hogy mire gondol. Megnyomtam a Space, de nem történt semmi. Fogalmam nincs, hogy mire gondol a szerző. Mindegy, hát ez egy ilyen bicikli. Ezzel agyalnom kell még egy kicsit, hogy mit akar ez. Ez a szögtartás, ez be most kapcsol a szögtartás. Nem tudom, melyik ez a szögtartás, ja, amikor be van kapcsolva, igen. Állítsuk be, beállítunk négyszeres szimmetriát. Ez a négyszeres szimmetria? Ez az, nem? De miért piros? Nem tudom, mindegy. Így. És szerelj fel az első fokozatra, erre. Jó. Hát ez az első fokozat. Igazából. De mondjuk ez elég hülyén néz ki, mert ugye... Hát hátra fel nem is tudom, ez mit hajt. Azt mondja, a kis rak...
Rakéta hajtóanyag tartály kijelöli a megfelelő csatlakozás helyét. Ha nem találod megfelelő elhelyezést, akkor a mozgatás ikon segítségével finom hangolhatod a pozícióját. Ó, te jó ég! RV 105 RC, pedig ez az a fogóka. És azt mondja, hogy rakjam fel az első. Hát pedig az első az... Nem is tudom. Ez ezen lenne rajta, ezen a gyűrűre kell ráhelyeznem. Nem is, hát nem tudom. Nem hiszem. Fogalmam nincs, hogy mit kell most csinálni. Komolyan mondom, nem tudom. Kis rakéta hajtóanyag tartály kijelöli a megfelelő csatlakozás helyét. Jó, nézzük meg, mi az a kis tartály ez. Ezt nem lehet leszedni róla? Csak így egyben mozog az egész. Jó, akkor nézzük meg, hogy... Nem így, hogy kis tartály, de ez mondjuk kicsinek számít szerintem. Ezt lehetne forgatni, nem valahogy? Ezzel lehet forgatni. Valahogy így, de hát... Nincsenek rajta jelek, meg ilyenek. Ez egy nagyon hosszú epizód, ezt már látom. Kapcsolod be a szöktartást. Szerintem ez a szöktartás. Vagy könnyen elhelyezhető fogókákat. Bal alsó sarokban lévő szöktartás kapcsolóval megteheted. Vagy nyomd meg a C-t, ez megtörtént. Állítsuk 4-re a szimmetriát, azonban. Szerelj fel egy készlet 4 erő. Fúvókat emelt a felső fokozatra. Basszus, a felső fokozat az ez. Ez a legfelső fokozatom, az biztos. Hogy hova kell ezen felhelyezni? Ezen nincsenek jelek, úgyhogy mindegy. Tehát kb. Alma, hogy hova teszem. Mondjuk így rakom fel, hogy... Így még akkor ki is tud jönni a kerbin, hogyha... Vagy ker, ja, a kerbál, hogyha akar. Oda is rakjak még 4-et, hát nem tudom, nem hiszem, hogy ez a feladat, azt kell, hogy mondjam. De megnézzük, hogyha ide pattintok még ugyanúgy egyet, attól még ezzel nem tudok tovább menni sajnos. Nem nagyon megy tovább. A kis rakéta hajtóanyag tartály kijelöli a megfelelő csatlakozás helyét. Ha már szükséged van egy tippre. Hát... Jó, hát most nem tudok mit kezdeni. De egész lejjebb jöttem, de ez nem segített rajtam. Egyébként valami Pityaner dolgon úszik el az egész, tehát igazából segíthetne valamit, vagy kijelölhetne nekem valamit, hogy tovább tudjak lépni, ne kelljen itt tökölnöm. Mozgatás ikon segítségével finom hangolhatod. Ezek, hogy csinálok.
Jó, finom hangolhatom, oké. Ez följebb húzta. El még belehúzta az egészet a retekbe. Ez elfele húzza. Ez meg már nem jó. Így. Ha nem lett jobb, hazudnék, ha azt mondom, hogy jobb lett. Sőt, szerintem igen rossz lett ez a dolog. Annyira, hogy le kell szedjem. Jó, lehet csak valami világítani, nem tudom, hogy mik. Ez az a baj, csak a széle világít. Jó. Megnézek egy tutoriált a tutoriálról, mert egyszerűen nem tudok tovább lépni vele, úgyhogy kis türelmeteket kérem. Ez így élesbe megy, de ezt így csinálnám amúgy is, és ezt megpróbálom dokumentálni, ezt az egész tutoriál folyamatot. Azt mondja, hogy Kerbal Space Program Tutorial. Nézzük meg. Bejárás, de nem ezt akartam. Mi volt ez egyébként? Jó, nem is kell, hogy magyar legyen felőlem. Menjünk itt sorba. Na, találtam egy izét. Spanyolt, vagy nem tudom miért, mindegy. Nekem igazából az kéne, hogy elérjünk odáig, hogy építsük ezt a furcsa űrhajómat, ami nem ez az. Ez sem az. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit nem értek. Nagyon kíváncsi vagyok egyébként. Azért akarja magyarázni ezeket a finom hangolási dolgokat, de szerintem totál rossz helyre vannak beállítva a fúvókáim. Az a baj, szerintem azok ott nincsenek jó helyen azon a kabinon. Úgy gondolom. Úgy gondolom, hogy azok ott nincsenek jó helyen. Ship build. Nem találok ilyen videót, ami a tutoriált tutoriálozza itt nekem. Csak legalább látnám azt az űrhajót, amit akar ez építetni velem. Jó, hát mindegy, akkor killódunk. Killódunk vele egyet még tovább. Na tehát, rá kell klikkelnem erre a szutyokra. Ezzel is változik a tömegközpont, azt már látom. Viszont semmilyen jelet nem látok, amiről ír, hogy jelöli, hogy hova kéne tennem. Ha csak nem ez a két csik az egyébként, ami nem tudom, hogy rajt van-e mindig ezen a szaron. Na mindegy. Hát ez... Most ez csak annyival lett, hogy beljebb került, de nem kell, hogy beljebb kerüljen. Kijebb húzzuk, jó? Ez csak följebb jött. Még följebb.
egy kicsit gyere följebb. Nem tudsz följebb jönni. Ennyi maximum. Kijebb húzzuk. Úgy, és följebb. Nem, ettől már nem jön kijebb. Vissza erre. Így. Egyszerűen nem adja be, hogy aktív legyen. Az a szar. Elnézéseteket kérem, de nem fogom megvágni a videót, ha egyszerűen nincs hozzá energiám, hogy ezzel meg időm se lesz rá, úgyhogy ezt mindenképpen kitapasztaljuk, hogy megpróbáljuk megoldani, nem tudok jobbat sajnos. Más fúvókám nincsen, csak ez az egyetlen egy van. Ez az egyetlen egy van. Felső fokozatára, hát pedig az eszközforgatás új földség. Hát ide felszerelem, mondjuk így. És azt kell csinálni, lehet, hogy arra gondol, még ezt tudom elképzelni esetleg. Bár nem tudom, hogy tudom kiegyenesíteni. Ez csak lejjebb jön. Arra gondoltam, hogy esetleg, de nem. Kiegyenesíteni a cuccot. Nem, akkor lehúzzuk ide. Így. Nem, akkor kidobjuk a retekbe, hozunk egy másikat, ide rakjuk, így. És ezzel pedig fölcipálom erre. Mint szép és jó lenne, csak így nem működik a dolog. Ezzel nem lehet, ezzel megint nem. Jobbra-balra fölle nem. Ez meg az én van pont. Ez az elválasztó modulon. Mikor kész vagy, állj vissza lerak módra, és nyomj egy space-t. Jó, utána nyomj meg a space-t, de jaj, nem tudom mi van. Nem tudom, mit akarsz, Werner barátom. Elkészültél, kapcsolod ki a TKP kijelzőjét. Jó van. Ez a TKP kijelző volt a fontos. Jó. Hát most odarakom, aztán leszarom. Az az igazság. Így marad, nem tudom, nem sikerül, akkor majd repülünk másképp. Kikapcsoljuk a tömegközpontot. Nem? Aha. Mindenképp erre kell rakni, úgy látszik. Na, rakjuk akkor ide erre a csíkra, így. Ja, ezt szereti, ahogy látom. Oké. Jó, ez nem volt vészes, ez egy olyan negyed óra alatt kitaláltam, hogy mit szeretne ez a bunkó. Na nézzük. Azt mondja, sok eskü a hajdon energiát használ.
Jó, ez most nem fejtjük meg. Annak érdekében, hogy az akkumulátort feltöltsük, szükségünk lesz energiatermelésre, egy hajtóműnek áramot. Hajtóműnek, egyes hajtóműnek áramot generálnak működés közben, de nem szeretnénk a pályán folyamatosan működni, teljesen elrontja a röppáját, és el is fogy a hajtóanyag. A parancsnoki modulban van néhány akkumulátor beépítve, de biztonság kedvéért szerelhetsz fel több aksit is, meg napelemeket, és egyéb energiatermelő modulokat. Mindegyiket ki fogjuk próbálni. Szóval lépjünk be az elektromosság kategóriába. Ha az elektromosság itt van. Igen. Állítsuk be a szimmetriát négyszeresen, azon is van. Meg a szögtartást is be is van kapcsolva, vidd az oxtatra. Napelem, oké. Nyomd meg az A billentyűt a 90 fokos elforgatáshoz. Jó. Majd kattints az elhelyezéshez. És hova tegyem? Mindegy. De én erre raknám egyébként. Vagy nem tudom. Rakjuk erre. Rakjuk erre, jó. Hogy. Oké. Okay. Használjuk az elfogadás képességünket a panel beállításához, mielőtt elhelyeznénk ezeket. Ez a VASD-s cucc. Mondjuk, ja. Hát nem tudom, most ezt így lapján kéne ráraknom, vagy így kijöv velem, nem tudom egyébként. Jó, nem, ez jó lesz így. Biztos azért van így kitalálva, hogy ez így legyen. VASD, oké. Most helyez el 4 darab Z100-ast, gondolom ez az akkumulátor lesz, így van. Barátom, hát az akkumulátor az legyen alatta itt. Egy, jó. Oké. Napelemek közé. Fogalmad nincs, hogy én mit építettem, mi? Jó, hát akkor téged ide raklak, és akkor így. Na, ennek örülni fogsz, oda felraktam a cuccokat, melyik a kapcsolatot, meg úgy be, nem. Nem ide gondoltad, mi, barátom? Jó, akkor ide lerakjuk erre. Nem tudom, ezt tetszeni fog-e neki. Ez se tetszik. Vidd és tartsd az okstart napelemeket az üzemegtartályok alsó részénél, majd nyomd meg az A billentyűt a 90 fokos elforgatáshoz. Jó, akkor mondjuk így. Jó, így. Hát, nem erre gondolt az alkotó szerintem. Jó, ez megint izgi lesz, ez király lesz, már most látom, ezzel megint el leszek egy darabig. Mindenképpen közéje kell raknom. Most az a kérdés, hogy ezek, de ezek mindenképp ilyen laposan elhelyezhető cuccok, tehát ezt nem lehet nagyon másképp elhelyezni, csak így. Ezeket meg közéje kell elhelyezni, de csak így tudom elhelyezni, de ez nem jó neki. Azt mondja, lépjük át az elektromoskat, állítsuk be a négyszeres szimmetriát, kapcsoljuk be a szögtartást. Vidd és tartsd az OX stat napelemet az üzemanyag tartályok alsó részénél. Vidd és tartsd az üzemanyag tartályok alsó részénél. Jó, ledobjuk, kérünk újat. Így. Semmi. Igen. Majd nyom meg az A-t. Hát titeket is akkor ide helyezünk el. Jó, oda kell rakni alulra, oké. Okay. Szép munka, köszönöm te! Ami jól fog működni, néhány...
Most azon kell dolgoznunk, hogy felvigyük az orbitális pályára, ezért építünk alsó fokozatot, ez a felső fokozat. Tehát a felső fokozatnak nevezi az egész kódszerájt, ami itt van most, amit láttok. Úgyhogy ez van. Azt nézem még, hogy a... ennek mindenképp van egy csíkja, a kettő csíkja, úgyhogy ez nem nekem lett kijelölve itt. Így megette a fene. Hozzunk néhány gyorsítót, jó? Adjunk hozzá néhány. Szereljük fel egy leválasztott gyűrűt a terrier hajtómű aljára. Így, oké. Emelkedés szükséges, ha eldobjuk a rakéta üres egységeit. Ja igen, és figyeld, hogy mikor felszereltel a leválasztott védőborok veszi körül a hajtóművet. Ez automatikusan ledobodik, amikor a működésre húzzuk a leválasztott. Oké. Okay. Most szükségünk van néhány tartálya az alsó fokozathoz. Szereljünk fel két közepes rakéta üzemanyag tartályt. FLT-400. Ez kettő darabot, te jó ég. Jókor lesz ez a dög. Az alsó fokozathoz szükségünk van egy úgynevezett fenntartó hajtóműre. Ez olyan hajtómű, amely emelkedéstől a gyorsító fokozat lezárásáig működik. Legyünk tudományosak egy perccel. A rakéta hajtómű teljesítményét a fajlagos impulzus határozza meg. Úgy változik, ahogy a körülötte lévő légnyomás változik, ahogy a felső szakasznak is szüksége volt egy olyan motorra, amely jó nagy magasságban lévő alacsony légnyomást. Jó, nem, én ezt most nem tudom ezt megérteni. Ott van egy nagy hajtómű. Oké, felteszük rá a nagy hajtóművet és elfelejtjük ezt a dolgot. Az melyik? LV-T45-ös. Ez az. Ezt rátesszük és reméljük elfogadja, és akkor nem kell ezt a... Így van. Jó. Az alaptörőlem megállítása Swivel túl erős a készülő rakétához. Felveki orbitális pályázatot használjuk. Elnézést, hogy most nem hangosan olvasom. A hajtóművel csökkentheted a tolóerő szabályzót 65-re. Azt ezzel lehet, igen, itt kell állítanom a tolóerő szabályzót 65-re. Így. Oké, ez volt a feladat. Megyünk tovább. Jó, a rakétát fő része készen van, de ahogy korábban mondtam, szükségünk a gyorsító fokozatra felemelkedését. Két gyorsító rakétát kell hozzáadnunk szimmetrikusan, hogy megmaradjon az egyensúly, és mivel nem akarunk kiürült gyorsító rakétákat két szép fülként magunkkal cipelni, ezért leválasztókat szerelünk fel. Jó, hát akkor van nekünk leválasztónk, az a hosszanti, gondolom ez kell majd, és kettes szimmetriába kéne raknom így valahova. Hát nem tudom, hova ide rakjuk. Van valami, nem tudom, mihez mérjük a szimmetriát, így mondjuk így. Ide felrakjuk. Választ az oldalsó leválasztót, szerelt fel az alsó tartályra, akkor azért nem zöld nekem itt a dolgom, mert ide kell felszerelni erre. Na, így jó. Oké, okay. Szerelj fel egy pár RT-10 Hammert. Keressük. Mi ez valami külön van, ez a gyorsító kabinok? Hajtómű. RT-10 Hammer, ez az. Hű, te jó ég. Ez eléggé disznócska. Most ezt visszanyomkodtam, ez már nem jó. Jó, nekem oda kéne valahogy jutnom. Így jó lesz ez. Ja, jó.
Folyékony üzemanyagú hajtóművek ellentétben, ahol menet közben is állított tolóerőt, ha egyszer ezt begyújtod, adott tolóerővel fog működni. Még ki nem ürül. A használatokhoz azonban tolóerő szabályozó, és mivel ellentétben, itt is beállítjuk az állandó erősséget, mivel tényleg jobb gomb az egyik gyorsítón, hogy a tolóerő szabályzata állítsd 50-re. Ezen is annyi? Jó. Oké. Ennek a gyorsítónak lapos a tetejük, mint egy torta. Nem valami jól néznek ki. Ja, és rossz a légellenállások is. Egy pár orkúppal javíthatsz ezen. Az orkúp az aradémika kategóriában található. Kétszer szimmetriával kell felszerelnem. Aerodinamika ez az. Jó. Ha már ezeknél az eszközöknél vagyunk, szereljünk fel néhány vezérsíkot. Több méretben és stílusban találhatók, és ahogy tanultad, nagyban növelik a hajó stabilitását. Ezért csak a irányító felület a légkör alacsonyabb rétegeiben extra irányítási lehetőséget adnak. Szerelj fel AVR 8 szárnyaskákat 4x szimmetrián. Így. Ezeket, és hova? Az alsó fokozat utolsó tartályaira, de ne érjenek hozzá a leválasztókhoz. Na jó. Akkor ide kéne valahogy, nem? És négyszeres. Nem én felejtetted-e, barátom? Így valahogy? Nem, ott van. Ó, te jó ég. Szerintem így jó, nem? Hát nem nagyon tetszik néki. Az alsó fokozat utolsó tartályára, hát akkor még lejjebb kell mennem. Ide valahova. Négyszeres szimmetria. Egy. Megint elfelejtette. Rögtön, hogyha... Ha most komolyan mondom, ne szivassál már. Oda rápattintom, erre szivat. Szimmetria. Nincs gombja. Szimmetria mód. Hát tudod mit? Még kettőt rakok rá, aztán remélem elfogadja a kármán. Elfogadta, jó. Kb. Így akartam megcsinálni. Így, hogy éppen eléri azt a cuccot, meg ezt is. Úgy rakjuk rá, hogy éppen eléri azt a cuccot. Egy. Jó. Szerintem nagyjából se szimmetrikus. Király lett. De hogyan csináljak meg tégedet, hogyha nem lehet jobban megcsinálni? Nem is értelek, basszus. Mit szeretné belőle kihozni? Na, innen föntről még ez a legjobb talán. Nem, poráncsem, ez kimondottan nem néz ki jól. De mindegy, nem érdekel, így lesz, az kész. Jó, következő. Kiváló, minden eszközünk megvan egy egyszerű orbitális rakétához, de nézzük át néhány extra dolgot, mielőtt végeznénk. Először is meg kell vizsgálnunk a fokozat oszlopot, hogy ellenőrizzük, hogy megfelel a műveletnek, és a modulok sorrendjét is ellenőrizni kell. Még jó, hogy a szóba hozom neked ezt, mert a gyorsító rakétát előbb indulnak, mint a fenntartó hajtómű, és ez így nem lesz jó. Nem lesz elég a tolóerő. Vidd el a Swive, nem tudom ezt hogy kell mondani, ikonját, Swive-el, nem tudom, ikonját, ugyanabban a dobozba, ahol a gyorsító rakéta van. Mi a Swive-el? Micsoda? Mit akarsz te? Mi ez?
Ez a Survival, oké, okay, ahol a gyorsító rakéta van itt, ide. Jó, oké, okay, ezt akarta. Végül fogd meg a kabint és forgasd el 90 fokkal a függőleges tenger körül. Nyomd meg a Q-t vagy az E-t. Ez nem csak a rakéta hangában forgatja el a hajódat, hanem a kilőválláson is, így a keleti irány műhorizonton 90 fok lesz. Nem a bólintás irányba fel le irányba esik, hanem az elfordulásban. Ezt mondjuk totál nem értem, de megpróbálom megoldani, amit kérsz. Azt mondja, hogy forgassam el a kabint 90 fokkal. Ráklikkelek és... Ja, így. Jó, oké. Okay. Nem tudom, miről beszélsz, Kerman, de megtette, amit akartál. Mindig mindent megteszünk annak érdekében, hogy bátor legénységünk életben maradjon, ezért remélhetőleg az űrprogram mindig ugyanezeket a beállításokat választod. Persze ez nem mindig így alakul, de de ez legyen az irányelv, legalábbis azoknál, amik az ott pillanatban nem a rakétában ülnek. Kattintson a bal felső kék ikon 3-as középső ikonjára. Bal felső, ez az legénység. Akciók, nem tudom, mik. Ja, hogy itt a akció csoportok, kerékfény, nem tudom, mik ezek, jó van, rákattintottam. Műveleti csoportok, legénység szerintem. Épít. Akciók, legénység. Szimetria, tükrös. Itt lehet jobban megnézni az utcot. Na, ó, nagyszerű. Jó. Ez a szerkesztő nézet. Oké. Okay. Na tehát, Beckkel láttunk, hogy a megszakítás műveleti csoport, backscape-ben egy megnyomásával repülés közben egy vörös gombra kattintva. A képernyő tetején lévő magasságmérő alatti csúszkán húzhatod az egeret. Kattints a megszakít gombra, az hol is van, éppen elhelyes. Hújúj, hol a megszakít gomb? Műveleti csoport oszlopban. Majd megint nem olvastam el jól. Export, új betöltés, kilövés nincsen. Üzenetek, mérnök jelentés, nem tudom, ez visszaállítás. Jó, hát ezt megint keresni fogjuk így. Most már úgyis egy órás lassan az epizód, úgyhogy mindegy, most már ennek. Különösebben ebben nincs itt hajó leírása van. Tehát be kell állítanunk a megszakítás műveleti csoportot. Be kell mennem össze valahol. Műveleti csoport beállítása, kattintson a kívánt művelet gombra a menüből. Csoport művelet, nem tudom. Megszakít, itt van, oké. Okay. Klassz, most kattints a kabin alatti leválasztóra, és add hozzá a leválasztást. Puty, oké. Okay. Igen, add hozzá a leválasztást, parancsod a csoporthoz, mivel ezeket szimmetrikusan helyezték el az egyik önkormányzat parancsolástól fogva. Most, amikor elindítod a megszakítás műveletet, a hajtóművek leállnak, vagy ha nem, akkor leválasztódnak. És a kabin önmagában biztonságosan el lesz választva a hajó többi részéről. Ne felejtsd el aktiválni az ejtőernyőt, ha már biztonságos. Többször beadkozást igényel. Hát, jó, de most... Jó, ettől még nem lett ez így jó. Vagy meg, vagy nem tudom. Megszakít, ráklikkel, leválasztás. De beokézni, hogy lehet.
És hogyan tudom ezt meg elindítani, ezt a műveletet? Egyébként. Látjátok, ez megint egy elég kalandos részlet, hogy mikor kapom itt meg az aktivitást, hogy aktív lesz a következő gomb. De hát ez egy ilyen epizód lesz, remélem a következővel nem fog ennyit szívni. Bár mondjuk a repülés közben már ennyi probléma nem szokott lenni. Szerintem. Itt túl sok az olyan követelmény, amit mindenképpen meg kell tennem. TD leválasztó. Leválasztás. Végül kattints az egyik alsó leválasztón. Leválasztón az alsón. Ó, akkor nem ez lesz az. Biztos ez. Nem. Hát minden esetre ezt elválaszt. Nem tudom, ez a orbitális. Orbitális hajó. Hajó. Így. Elmentjük. Mentés. Így. Na. Kabint. Klassz, most kattints a kabin alatti leválasztóra, és add hozzá a leválasztás művelet csoporthoz. Csoportművelet megszakít. Így. Így. Kattints az minden egyes hajtóművel, és add hozzá a leállítás parancsot. Ha. De hogyan? Hát... nincs a leállítás parancs. Minden egyes hajtóművel, klassz, kattints a leválasztó, és add hozzá a leválasztás menüpontot. Ez megvan, de... Nem tudom mire gondol. Komolyan nem tudom. Már megyünk. Ez megvan, ez rendben van. Ha erre klikkelek, itt nincsenek opciók. Nem tudok leállítást választani. Oldalsó leválasztó, ahhoz is lehet ilyet csinálni. Aha. Jó. Csak hát ezekhez meg nincs leválasztásos izé. Na ez mi a tök? Ja, hajtóműre kell kattintani, oké. Hajtómű. Leállítás. Kapcsol, kikapcsol. Hajtómű kikapcsol, hajtómű kikapcs. Az jó. Jó, azt nem, akkor ezek szerint azt nem, és akkor így jó, tovább lépünk. Készen állunk, rakéta készen áll repülésre, hosszú lecke volt, és köszönöm, hogy végighallgattad. Jó, hát gyerekek, ennyi volt ez a hajó, hát nem volt egyszerű megépíteni. Szerintem jó, fáradt is voltam, de azért volt hol hibázni ebbe az évben, és ugye nagyon szigorúan vett mindent a Kerman, nem tudom, Herman Kerman, nem tudom mi neve pontosan, és állandóan szőrszál hasogatott, úgyhogy nem tette nagyon egyszerűvé az életemet, mindegyis lementjük még egyszer ezt az orbitális hajót, úgyhogy hát összeszenvedtem, szó szerint, reméljük, hogy működik. Következő epizódban ezzel fogunk röpködni, aztán orbitális pályára próbálunk állni vele, meg visszatérni biztonságosan. Egész űrhajó formája van végül is, tehát hogy összességében egész jól sikerült. Kitartást kívánok nektek hozzá, én még azért nem adtam föl, tehát ma fölbosszantott a játék, nem tagadom.
a sok hülyeségével, de a végkifejlet az összességében tetszik, úgyhogy a motivációm töretlen, úgyhogy ezzel föl fogunk menni az űrbe is, megpróbálunk orbitális pályára állni, és hát nekiugrunk a következő tutoriának, ami vélhetően talán nem lesz ilyen, mint ez a repülő, vagy ez a hajóépítős, mert ez egy kicsit bonyolultabb volt ezekkel a kötött dolgokkal, amiket meg kellett tenni benne, és elakasztotta a történetet. A videó az ilyen hosszú lesz, 1 óra 5 perces, nem fogom megvágni, így marad fönt, aki megnézi, megnézi, aki nem, nem, akinek tetszik, az lájkolja, és én pedig jövök vissza a következő epizóddal hamarosan. Köszönöm, hogy megnéztetek, azoknak főleg, akik idáig kitartottak a videó mellett. Sziasztok!